Köszöntöm Önöket, ez a közügy, az Öböl Televízió közéleti magazin műsora, a tartalomból. A szép kártya jelentősége a turizmusban, aztán 48. kékszalag verseny, végül a Rióba készülő világklasszis úszók fűzfői edzését láthatják. Kezdünk! A magyar kormány ragaszkodik a Széchenyi pihenőkártya megtartásához. Ez a gazdaság motorja. A balatoni turizmusban is jelentős szerepe van a szép kártyának. A jelenlegi helyzetről tartott közös sajtótájékoztatót a Balatoni Turizmus Szövetség és a Magyar Turisztikai Ügynökség. A magyar kormány felismerte, hogy a turizmusban sokkal több lehetőség van, mint amennyit jelenleg kihasznál az ágazat, fejtette ki Hoffmann Henrik, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke, a siófoki strandon megtartott sajtótájékoztatón. Közös turisztikai célokat valósíthatunk meg, olyanokat, amik egyébként az ügynökség, az ugyanannal létrehozott ügynökség életébe illeszkedhetnek. Ami nagyon fontos elmondani az az, hogy mindenképpen üdvözlendő, hogy a magyar kormány észrevette és felkarolta a turizmust, kitörési pontként tartja számon, én azt gondolom, a magyar turizmus létrehozásának napja, vagy a magyar turizmus ügynökség létrehozásának napjától, hiszen olyan fajta turizmus irányítási mechanizmus kerül bevezetésre, amiért mi is az a szövetség, akit én képviselek, most már jó néhány esztendeje küzdünk. Vannak olyan kompetenciák, amit eddig az önkormányzatok gyakoroltak, vannak olyan kompetenciák, amit eddig senki nem gyakorolt, ezeket mind a Magyar Turizmus Ügynökség fogja összefoglalni, és reményeink szerint közösen a vállalkozásokkal egy irányba tolni a magyar turizmus ügyét. Nagyon fontos, és szeretném felhívni ugyanennek kapcsán a figyelmet az ezzel párhuzamosan végbe menő deregulációs folyamatra, ami ugye jóval egyszerűbbé teszi majd a turisztikai vállalkozások életét, a szabályozó rendszert változtatja meg oly mértékben, itt akár csak a Balaton tekintetében is, hogy könnyebb legyen rendezvényeket engedélyeztetni, könnyebb legyen bármilyen más olyan fajta turisztikai terméket előállítani, ami egyébként külföldön is piacképes lehet, és valóban képes a külföldiek költését a következő időszakban nagyban növelni. Természetesen a 300 milliárd átrendezésének a célja és a kulcsa az az, hogy növelhessük a befektetői fantáziát, de ahhoz, hogy tovább lehessen szélesíteni azt a spektrumot, amin mi a Balatont eladni, kínálni tudjuk, ahhoz mindenképpen szükség van új fejlesztésekre, és természetes módon nem várható el az államtól, hogy az állam hozzon létre mindent, hanem szükség lesz a helyi vállalkozások és más egyébként a Balatonnál még nem tevékeny vállalkozások további befektetésére is. Én azt gondolom, hogy ha jól megfigyeljük az összes párhuzamosan zajló folyamatot, akkor érdemes azt is észrevenni, hogy mindamellett, hogy az állam beszállt a turizmus, üdvözlendő módon beszállt a turizmus irányításba, mindamellett, hogy átrendezi a 300 milliárdos forrást a Balatonnál és új célokat is képes megjelölni, mindamellett zajlik egyébként az ágazat jövedelmi helyzetének nagyban javítása. Hadd hívjam fel a figyelmet, ami szintén azt gondolom, hogy történelmi jelentőség ugye az áfa csökkentés a vendéglátásban. Ugye 2017. január 1-től 18%-ra csökken a vendéglátás áfája 27-ről, tehát ugye beszélgetünk egy jelentős áfa csökkentésről, és 2018. január 1-től pedig 5%-ra, amit majd kiegészít egy 4%-os turisztikai hozzájárulás is, tehát akkor gyakorlatilag bruttó 9% a következő két esztendőben 27-ről. Nagyon nagy szükség van erre, ugye önök is biztos megírták, önök is hallhatták, vagy önök is olvashatták, hogyha nem is foglalkoztak ezzel, hogy ugye munkaerő hiány van az ágazatban. Van egy természetes elvándorlás, és a másik oldalon pedig látunk egy növekedést, tehát folyamatosan nyílik az óló. Én azt gondolom, hogy az áfa csökkentéssel ez a probléma orvosolható lesz. Azok, akik elindultak máshol vagy máshol vannak, hazahívhatók és visszafordíthatóak lesznek, hiszen ez a mennyiségű vállalkozóknál maradt jövedelem mindenképpen elegendő lesz és lehet a bértömeg növelésére, és én ezúton is biztatom a saját kollégáimat arra vonatkozólag, hogy erősen gondolkozzunk el azon, hogy az ágazatban hogyan tudunk bért növelni, hiszen ha színvonalasabb szolgáltatásokat akarunk előállítani, akkor mindenképpen színvonalas munkatársakra is lesz szükség. A két ütemben megvalósuló áfa korrekciónak a vendéglátásban ösztönző hatása van. A 18%-os áfa csökkentés olyan pénzösszeget hagy a vállalkozásoknál, melyből megfelelő béremelést tudnak adni a munkavállalóknak. Itthon lehet tartani őket, másrészt emelhetők a bérek, és visszacsalogatható az elvándorolt munkaerő is.
Jelenleg munkaerőhiány van az ágazatban. A belföldi turizmus motorja a szép kártya. Ha a magyarok többet pihennek itthon, azzal a magyar gazdaságot és a turizmust kiszolgáló családi vállalkozásokat segítik. Június végén már 27 ezer munkáltató, 1 millió 340 ezer dolgozója rendelkezett szép kártyával. Az első fél évben 57 milliárd forintot töltöttek fel a munkavállalók kártyáira. 2016-ban a költés 16%-kal nőtt a tavalyihoz képest. Az első fél évben meghaladta a 43 milliárd forintot. Nem titkolt kormányzati cél, hogy a következő években a magyarországi turizmus bevételét megduplázzák, közölte dr. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. 2011 óta létezik ez a rendszer Magyarországon. Én azt gondolom, hogy egy folyamatosan növekvő számadatokat tud hozni a Széchenyi pihenőkártya. Ugye a tavalyi évben már 91 milliárd forintnyi feltöltés érkezett a kártyára, 83 milliárd forintot fel is használtak ebből a pénzből a magyar munkavállalók. Ebben az évben időarányosan 11%-kal magasabb a tavalyi évhez képest a Széchenyi pihenőkártyának a feltöltési adata, és 16%-kal magasabb a költése. Számszerűleg már 57 milliárd forintnyi feltöltés van a kártyákon, és 43 milliárd forintnyi forrás már is költöttek. A magyar kormány hosszú éveken keresztül egy küzdelmet folytatott Brüsszellel az új cafeteria rendszernek a védelme érdekében. Én személyesen is részt vettem a tárgyalásokon, hosszas megbeszélések zajlottak az ottani bürokratákkal. A végeredményt önök is talán ismerik, hogy a végeredményben bíróság elé került mind az elsőbetartalmi, mind a Széchenyi pihenőkártya ügye, és a luxemburgi bíróság az Európai Uniós joggal ellentétesnek ítélte meg mind a kettőnek a szabályozását. A kormány benyújtotta az országgyűlés elé a következő adójogszabályokat, amelyek egy kompromisszumos megoldást mutatnak a tekintetben, hogy a következő évtől kezdve az Erzsébet utalvány kedvező adózási feltételek mellett, kibocsátási utalvány nagy valószínűséggel nem fog tovább élni, ellenben a Széchenyi pihenőkártyát a kormányzat mindenféleképpen szeretné megtartani. A Széchenyi pihenőkártya jövője az azon múlik, hogy a magyar kormány meg tud állapodni Brüsszellel, el tudja elfogadtatni a luxemburgi bíróság által előtt módosításokat a brüsszeli apparátussal. A mostani tervek arról szólnak, hogy január 1-től béren kívüli jutatási rendszer keretében két dolog lesz adható. A közszférában 200 ezer forintig, a magánszférában 450 ezer forintig Széchenyi pihenőkártya, és a 200 ezer forintból 100 ezer forint, és a 450 ezer forintból is 100 ezer forint értékben pedig készpénz. A készpénz hasonlóan fog adózni, mint a Széchenyi pihenőkártya, ugyanaz elemeket fogja magában hordozni, tehát az egészségügyi hozzájárulást, valamint esziát kell csökkentett mértékben ezt követően fizetni. Egyéb szabályok jelen állapot szerint nem fognak változni. A 450 ezer forintból ugye 220 ezer forint a szálláshelyi alszámlára, 150 ezer forint a vendéglátásra, és 70 ezer forint pedig a rekreációs zsebben kerülhet feltöltésre. Az egyirányú forrás átcsoportosítás, az a szálláshely felé gyakorlatilag a források továbbra is fognak tudni a kártya birtokos döntésének megfelelően tovább áramolni. Ami szerintem ma kimondható, hogy a kormány szándéka a Széchenyi pihenőkártya fenntartásában megvan, eltökélt a kormányzat, hiszen a magyar turizmus motorja a Széchenyi pihenőkártya, a Széchenyi pihenőkártyával történik átlagosan egy szálláshely esetében a belföldi költések 25%-a, ami azt gondolom, hogy egy hihetetlenül magas és mérhető szám. Meg kell még beszélni ezt a brüsszeli apparátussal, meg kell egyezni a kibocsátás pontos feltételrendszerében. Értek a kormányzaton szándéka is egyértelmű, hogy a cafeteria egy részét, jelen esetben 100 000 forintot mindenféleképpen készpénzben lehet majd a munkavállalók számára juttatni. A szép kártyáról
hogyha én is mondhatok néhány gondolatot a Balaton vonatkozásában. Ugye a Balatonon jelenleg a belföldi turizmus az, ami dominál. Ugye az elmúlt évek statisztikái alapján 4 vendégből 3 Balatonra érkező vendég belföldről érkezik. A szép kártya az, ami ennek a lehetőségét egyébként megteremtette, és nagyon szépen produkál az idei esztendőben a Balaton, jobban egyébként, mint az előző években. Az év első felében 23%-kal több szép kártya költés volt a Balatonnál. Az év első 5 hónapjában 11%-kal nőtt egyébként a forgalom, ezen belül is a belföldi forgalom 15%-kal. A Balaton egy jó hely, és én bízom abban, hogy a Magyar Turizmus Ügynökséggel karöltve nem csak egy nyári üdülőhelyről, és nem csak majd a nyár közelében regisztrált növekedésről beszélhetünk, hanem valóban eljuthatunk egyszer oda, hogy a Balatonra egész éves desztinációként lehet majd gondolni, egy olyan desztinációként, ami nem csak a belföldi turisztikai térképen, nem csak a belföldi úti célok hanem között szerepel, hanem majd a külföldiek is észreveszik azt, hogy akkor mi is az a csoda, amit egyébként önök is most itt mögöttünk láthatnak. Hát ugye a szépkártya, én azt gondolom egyébként, hogy a belföldi turizmus motorja a szépkártya. Tehát annak idején, amikor létrehozták a szépkártyát, hogy akkor indult meg. Olyan jövedelmet hagyott az embereknél, amit nem tudtak másra költeni. Azért ne felejtsük azt el, hogy egy olyan időszakon vagyunk túl, ahol az emberek a devizahiteleikbe dőltek bele, Isten tudja, hogy mennyivel növekedett a törlesztő részletük, legyen szó lakáshitelről, legyen szó áruhitelről, legyen szó autóhitelről. És ugye ennek ellenére, hát értelemszerűen a családi kassa nem elsődleges kiadása az utazás, ugye az utazás egy luxuscikknek számít, akkor, hogyha minden más költség egyébként, vagy a kiszámíthatatlanság az, ami egyébként belengi a családi kasszát. A szép kártya pedig akkor is hagyott egy olyan fajta jövedelmet, amit egyébként nem tudott a munkavállaló elkölteni másra. Ugye azóta ez megfordult, tehát azért nagyban javult a jövedelmi pozíciója az embereknek, azért is látjuk egyébként a belföldi turizmust ilyen mértékben növelni, hiszen az elmúlt években nagyon sok utazás elmaradt, nagyon sok olyan a nehézség került leküzdésre, ami lehetőséget teremt arra, hogy a családok akkor újból elinduljanak, és a Balaton ez egy kedvelt úti cél, és természetes módon ebből adódóan a Balaton életében is nagy jelentőséggel bír a Széchenyi pihenőkártya. A közelmúltban megkezdődött a Balaton térségének fejlesztésére szánt 300 milliárd forint átvilágítása. Szükség szerint az új turisztikai koncepciónak alárendelve módosítják. Ez másfél hónapon belül lezárul. Augusztus végén a kormány elé kerül az új javaslat. A meglévő programok ugyanúgy futnak tovább. Várhatóan gyorsan létre fognak jönni a szükséges fejlesztések. A kormányzat májusban úgy döntött, hogy átalakítja a turizmus irányításának az állami rendszerét, és a korábbi széttagolt struktúrák helyett létrejött egy turisztikai ügynökség, amely az állam valamennyi turizmussal kapcsolatos funkcióját gyakorolja. Nagyon sokat tudnék, és kedvem is volna erről beszélni, de az időkeretet figyelembe véve talán azt érdemes kiemelni, hogy a magyar turizmus teljesítményét évtizedek óta mindig megdicsérjük, de érdemes talán összevetni hasonló adottságú országoknak az eredményeivel, és itt egy fontos megállapítást tenni. A Magyarországra beutazó külföldi turisták száma magasabb például, mint Csehországban, azonban az általuk elköltött források összege alacsonyabb. Tehát Magyarországon átlagosan 288 eurót költ egy külföldi turista, és kb. 2,5 napot van itt. Csehországban 454 eurót költ, és egy picivel több időt pihen Csehországban. Tehát nyilvánvalóan az elsődleges szándék az, hogy nem mennyiségi, hanem a minőségi turizmus irányába kell a magyar turizmus szekerének a rúdját elfordítani. El kell azt érnünk, hogy a Magyarországra érkező külföldi turisták többet költsenek. A Magyar Turisztikai Ügynökség vállalása a következő volt: a következő 2 éven belül a külföldi turisták magyarországi költésének az összegét szeretnénk megduplázni. Tehát szeretnénk azt elérni, hogy a külföldi turisták itt Magyarországon 2-szer annyi pénzt költsenek el, mint amennyit tesznek mondjuk ma. Ezzel meghaladnánk azt a számot, amelyet Csehországban elértek, és elkezdenénk az ausztriai számokat megközelíteni. Nyilvánvaló, Magyarország ugye Ausztriával egy turisztikai versenyben nem biztos,
hogy győzelmet tud aratni, hiszen a síelés, a hegyek ugye ebből az országból azért részben hiányoznak, de mindenféleképpen az a cél, hogy megközelítsük az ausztriai turisztikai árbevételeket, és 2 éven belül megelőzzük a csehországi bevételeket. Összességében tehát a cél az, hogy a minőségi turizmus felé irányítsuk a turizmust, az olcsó tömegturizmusból fokozatosan olyan turistákat tudjunk megtalálni, akik több pénzt tudnak ebben az országban hagyni a vállalkozásoknál, több pénzt tudnak hagyni a költségvetésben. Ahhoz, hogy ezt a célt meg tudjuk valósítani, azt gondoljuk, hogy mindenféleképpen koncentrált fejlesztésekre van szükség, olyan fejlesztésekre, amelyek a teljes turizmus érintve koncentráltan tudnak létrejönni. Azaz szeretnénk, ha nem épülne úgy, mondjuk egy bicikli út, hogy az elején és a végén nem található legalább egy pihenőterület, szeretnénk, hogyha attrakció nem épülne szálláshely nélkül, vagy éppen egy étterem nem épülne valamilyen kisebb turisztikai attrakció nélkül. A koncentrált fejlesztésekben látjuk azt a megoldást, amelyel ezt a grandiózus célt el tudjuk érni. A balatoni fejlesztési forrásokra rátérve azt gondolom, hogy egy jól összerakott anyagot fogadott el a kormány, de ennek az új célnak alárendelve szükséges az, hogy felülvizsgáljuk, átnézzük, és szükség szerint adott esetben át is alakítsuk a balatoni fejlesztési forrásoknak a felosztását. Az is nagyon fontos, hogy ezt a átvizsgálást, esetleges felülvizsgálatot legkésőbb augusztus 31-éig be fogjuk fejezni, és augusztus végén, szeptember legelején a kormány újra fogja tárgyalni a balatoni turisztikai forrásoknak a felosztását. Tehát szeretném elmondani, hogy nem eltörlődtek ezek a források, hanem az új egyértelműen a magasabb költési turisták kiszolgálását szolgáló intézkedések tekintetében kerülnek átvizsgálásra, felülvizsgálatra, és legkésőbb másfél hónapon belül ez a folyamat le is fog zárulni, és a Balaton azt a forrást, amely a települések fejlesztéséhez, a munkaerő megtartásához, valamint a turizmusnak a jobb kiszolgálásához szükségesek, meg fogja kapni. Én azt gondolom, hogy a kormány által kitűzött grandiózus célkitűzések, mely szerint a külföldi turisták magyarországi költését 2 éven belül megduplázzuk, ez azt jelenti, hogy időből van a legkevesebb. Úgyhogy a balatoni 300 milliárd forint átvilágítása, átgondolása is másfél hónapon belül lezárul. Augusztus végén a kormány elé kerül az új javaslat. És fontos elmondani, igazából a meglevő programok ugyanúgy futnak tovább. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon gyorsan létre fognak jönni a szükséges fejlesztések. Itt említ veled, hogy nem csak a kormánytól kell várni a fejlesztéseket, hanem a vállalkozásokat is bevonni. Ez hogyan fog megvalósulni? Mennyire lehet őket felélénkíteni? Hát én nagyon bízom benne, tehát ez a turizmus alapvetően a piaci szereplők által a terület. Az államnak a feladata a segítés, a koordinálás és szükség esetén a beavatkozás. De alapvetően nem elvárható az államtól azt, hogy finanszírozza magánbefektetőknek a profitot termelő vállalkozását azon mértéken túl, amíg ez szükséges. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a kormányzat várja továbbra is, hívja a vállalkozókat. Én azt gondolom, vannak nagyon jó kezdeményezések. És ami talán még fontos, hogy a vendéglátás áfájának csökkentése azért jelentős többlet forrásokat fog hagyni a vállalkozásoknál. Tehát nem az a cél, hogy az áfa csökkentés azonnal az éttermi számlákon is látszódjék, hanem az a cél, hogy az így megtermelt források alapvetően a munkabérek rendezésére, ez egy fontos elem, és másrésztről pedig fejlesztésre kerüljenek fordítása. Azt gondolom, hogy az 5%-os áfa még a 4%-os turisztikai hozzájárulással együtt is kiemelkedően alacsonynak és jónak nevezhető. Tehát a különbözet a vállalkozásoknál fog maradni. Mi azt szeretnénk, hogyha a vállalkozók még több forrást tennének a turizmusba. A következő évtől kezdve a Magyar Turisztikai Ügynökség azt gondolom szinte évek óta, vagy lehet, hogy soha nem is volt, több mint 10 milliárd forintot fog külföldi marketing kommunikációra fordítani, aminek látszódnia kell. Másrészt azt gondolom, hogy a minőségi turizmusnak az alapjait ebben az országban kell megteremteni, attrakciók kellenek, minőségibb éttermek, szálláshelyek, lesz mindenképpen forráspont, egy strandon állunk egyébként a strandok rendbetételére is, és ami talán fontos,
hogy Magyarország mindenképpen egy biztonságos országnak nevezhető, mert azt gondolom, hogy előbb-utóbb, főleg, hogyha a Sármeléki repülőtéren is tudunk valamit kezdeni, akkor össze fog állni, hogy a minőségi turizmus meg fog jelenni újra a Balaton partján. Volt már itt egyébként. A kormány szeretné, ha a vállalkozások még több forrást tennének a turizmusba. A minőségi szolgáltatások kiépítése közös érdek. Az, hogy a vendéglátást, a turizmust helyzetbe kell hozni, és jövedelmet kell otthagyni arra, hogy további fejlesztések legyenek, az pedig egy kulcskérdés. Én azt gondolom, hogy a magyar kormány felismerte, hogy a turizmus maga, a turizmusban sokkal több van, mint amennyit jelenleg kihasználunk. Olyan események ígérete, vagy olyan események konkrétumai lengik már be egyébként a hazai turizmus jövőjét, mint mondjuk ugye lehet beszélni a vizes VB-ről, hogy az elmúlt napok híre az, hogy 2020-ban mi rendezzük majd a vizes EB-t is, és egészen komolyan gondoljuk azt, hogy Magyarország olimpiát, első közép-európai országként olimpiát rendezhet. Én azt gondolom, hogy ha képesek akarunk lenni 2024-ben esetleg egy olimpia kapcsán arra, hogy az ideérkező turistákat ellássuk, és valóban a világ turisztikai térképére fölhelyezzük Magyarországot, akkor feltétlenül szükséges jövedelmi pozíciók javítása, és nem utolsó sorban egyébként ugye lehetőséget és forrást kell teremteni arra, hogy a vendéglátásban dolgozó, a szektorban dolgozóknak bért emeljünk. És ugye ez az egyébként 17%-os, ugye két ütemben 17%-os, jól számolok? Igen, nem, sőt, 18%-os talán, hogy áfa csökkentés, olyan mértékben, tehát gyakorlatilag egy ötödével javítja a jövedelmi pozíciókat, egy olyan bértömeget, vagy egy olyan pénztömeget hagy a vállalkozásoknál, amiből megfelelő béreket tudnak adni a munkavállalóknak, és adott esetben itthon tartani őket, vagy ne adj Isten, még sokakat visszafordítani egyébként külföldről. Hát én azt gondolom, hogy a legjelentősebb dolog, ami egyébként történt, ugye az maga az áfacsökkentés, és még egy történelmi dologra szeretném ennek kapcsán fölhívni a figyelmet, az pedig az, ugye, hogy úgy csökken bruttó 9%-ra az áfa, hogy 5%-ra lesz az áfa, és 4% lesz az úgynevezett turisztikai hozzájárulás. Az a turisztikai hozzájárulás az egy kiszámítható forrás, ami soha nem volt még módja a hazai turizmusnak egyébként kiszámítható forrásokhoz jutni, amit nem egy költségvetési vita döntött el, hanem közvetlenül az adóból ilyen értelemben direktben részesül a hazai turizmus. Én azt gondolom, hogy a következő évek fejlődését és növekedését ez mindenképpen szolgálni fogja. Reális jövőkép egyébként a minőség felé nyitás, tehát meg lesz úgyis a kellő számú turizmus, tehát a bevételi arány? Én azt gondolom, hogy igen, tehát ugye az a fajta gondolkodás a Balatonban, hát ugye a Balaton rehabilitációja egyébként a 90-es évek eleje óta nem történt meg. Hát ugye most ugye van egy átgondolt turizmusfejlesztés, ugye voltak egyébként jó tervek a Balatonnál, amik most itt ugye, és amik mellé forrás is volt rendelve. Azzal a hazai turizmus irányítás megváltoztatásával és a Magyar Turizmus Ügynökség létrejöttével én azt gondolom, hogy még jobb tervek hozhatók össze, még komolyabb stratégiai összehangolás történhet ebbe a történetben, és én azt gondolom, hogy igenis reális cél, hiszen ahogy mögöttem is látható, ez egy csodálatos természeti hely, és én azt gondolom, hogy nagyon sok helyen tudjuk már feltölteni tartalommal, és hogyha olyan ösztönzőket sikerül a rendszerbe építeni, amik a minőség irányába tolják el egyébként a szolgáltatásokat, ha bért tudunk növelni, és megfelelő szakembereket tudunk alkalmazni, akkor egyáltalán nem idegen az, sőt ugye új attrakciókat tudunk behozni ezeknek kapcsán, akkor egyáltalán nem távoli, vagy nem távlati, és nem ködben lengő cél az, hogy akkor a minőségen növeljünk, változtassunk. Itt ez nem azt jelenti, hogy holnaptól mindenki jaguárral fog járkálni a Balatonnal, és csak jaguáros turisták fognak érkezni, de minden esetre, hogyha többet tudunk költetni, csúnyán mondva, a turistákon, akkor azt gondolom, hogy mindenképpen előrébb leszünk, és tovább fejlődhetnek a szolgáltatások. A balatoni turizmus egyébként az év első 5 hónapjában jó eredményt produkált. A kereskedelmi szálláshelyeken több mint 11%-kal nőtt a vendégek és a vendég éjszakák száma. A belföldi forgalom 15%-os növekedést mutat. A szálláshelyek bevétele 6,7%-kal, ezen belül a belföldi származó bevétel 9,7%-kal emelkedett. A 48. Kékszalag nyertesei vehették át szombaton a megérdemelt érmeket és emlékplaketteket. Összesen 31 kategóriában adtak át elismeréseket a füredi díjkiosztón. Ezen kívül számos külön díj is gazdára talált. Az erről készült összefoglalónkat láthatják most.
Nem volt szokványos az idei kék szalag. Az időjárás keményen próbára tette a vitorlázókat, akik ennek ellenére jól helytáltak. A verseny, noha az előző esti vihar néhány hajóban komoly kárt okozott, végül az előre meghirdetett időpontban július 14-én reggel 9 órakor startolt el. 450 vitorlás vágott neki a 155 kilométeres távnak. A vitorlázás örök sport, a legidősebb versenyző 86 éves volt az idei kék szalagon, a legfiatalabb pedig mindössze 9. Óriási érdeklődés kísérte a díjkiosztót, melyet a Görögfaluban található rendezvénysátorban tartottak meg. Sorra érkeztek a csapatok a kategóriánkénti eredményhirdetésre. Az első három helyezett állhatott fel a dobogóra. Cirkálóban indultunk, és másodikak lettünk. Köszönjük szépen. Mit jelent önöknek a vitorlázás, és mit jelent a kék szalag? Hát nekem a vitorlázás minden, mert én ide születtem, tehát én 50 éve vitorlázom, de a barátaimmal versenyzem most már csak, és hát ez egy ünnep, mindenki erre készül. A két verseny van egyébben, amit komolyan fölkészülünk, és komolyan veszünk, ez a kék szalag, meg a bajnokság. A szerda esti vihar után hogyan indultak másnap reggel, mennyire igényelt külön felkészülést ez? Hát minket megviccelt az előrejelzés, mert mi nagyon komolyan vettük, és a szerda esti vihar az órára úgy érkezett, ahogy ígérték, és úgy gondoltuk, hogy ilyen órára fog jönni a többi is. Hát mi elég sok hátrányt szenvedtünk mindig sokan abból, hogy sokkal erősebb szélre készültünk, tehát sok mindent nem vittünk magunkkal, ami kellett volna. Hamarosan itt az 50. kék szalag indulni fognak? Nagyon remélem, ha rajtunk múlik, akkor igen. Melyik hajótípusoknak kedvezett most a kék szalag, az időjárás és a szélviszonyok? Hát mindenféleképpen azok, amelyek jobban bírták az erős szelet, az most dominált mindenféleképpen. Szerencsére a mi hajóink bírták, úgyhogy ezzel nem. És milyen eredményt értek el? Az én kis csapatom most az abszolút 11. helyen végzett. A többi nautik osztályban is nagyon jól szerepeltek, a 370-esek, 330-asok, úgyhogy elégedettek vagyunk. És mi a trendi, hogy így kérdezem, tehát melyik azok a hajótípusok a legjobban, a leginkább jellemzőek? Hát nem akarok hazabeszélni, de a legnépesebb hajóosztály az a nautik volt, és hát nem is tudom hirtelenjében, nagyon sok osztály van. Trendinek nehéz mondani, egyre több teljesítményhajó van, de igazából trendiek most a katamaránok. És mit jelent önnek a vitorlázás? Hát csak az életet, szinte semmi mást. Az összevont cirkálók hajóosztályában a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke is, a Tabu hajó legénységével ők bronzérmesek lettek. Ugyanitt a második helyet a Kishamis, míg a győzelmet a Daruvár csapata szerezte meg.
Kollár Lajos elmondta, emlékezetes marad a 48. kék szalag. Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen óriási szerencsénk volt, hogy nem szerdán volt a kék szalag, nem csütörtökön vagy ma péntek, vagy szombaton, amikor zuhogó eső volt egész nap, és egy legalábbis nekem azt hiszem életem egyik legszebb kékszalag versenye volt, hiszen végig szélben, sokszor napsütésben, rövid esővel, gyönyörű versenyt vívtunk. Meg szeretném köszönni minden vitorlázónak, aki végigvitorlázta ezt a versenyt, aki nem ijedt meg az időjárás előrejelzésétől, és végig küzdött ezt a gyönyörű napot. És nem utolsó sorban a Vitorlás Szövetség dolgozóinak, tagságának, versenybíráknak, rendezőknek, mentőknek, Bagyó Sándoréknak, hogy ilyen kifogástalanul megtartották ezt a vízi rendezvényt, nagy taps nekik. Hiszen az, hogy gyakorlatilag ezen a versenyen ismeretem szerint két vitorlaszakadás, egy árbóztörés és egy kormánysérülés történt, én azt gondolom, ez bármelyik verseny előfordul. Tehát mindenféle rumli nélkül teljesítettük ezt a versenyt. Persze köszönhető annak, hogy valószínűleg aki eldöntött, hogy vízre száll, az kellő felkészültséggel, kellő meggondoltsággal ismeri a legénységét és a hajóját. Csinálta végig ezt a versenyt. Úgyhogy még egyszer mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy jövőre hasonlóan nagyon jó versenyben lesz részünk. Nagyon különleges volt a 48. idei kékszalag verseny, két nappal a verseny előtt még annak a lehetősége is felvetődött, hogy elmarad a verseny a meteorológiai viszonyok miatt, és ezúttal is köszönöm a meteorológiai szolgálatnak, Horváth Ákosnak, és a Siófoki vízirendészet kapitányának, Horváth Lászlónak, hogy nagyon megértően álltak hozzá, amikor a válságstáb összeült, és végül is engedélyezték a verseny indítását. Óriási szerencsénk volt, hiszen a csütörtöki versenynapon erős, kellemes, jó szél volt, de nem volt annyira viharos szél. Mi magunk részéről teljes vitorlázattal csináltuk végig a versenyt. Némi meglepetés is született nyilvánvalóan, ha csak nézzük a Rafikát, akinek a kormányosa lesz ország a következő interjú alany, szinte biztos voltam, hogy győzni fognak, és nem ők győztek. Litkei Farkasnak a győzelme olyan szempontból nem egészen biztos hely volt, mert én valamelyik interjúban mondtam, hogy most azóta, mióta ilyen fantasztikus hajók kerültek a vízre, sokkal kélezettebb a verseny, úgyhogy Farkinak szerintem ez a legnagyobb eredménye, amióta kék szalagot nyert, hiszen nagyon erős hajókkal szemben, nagyon jó taktikával, nagyon jó vitorlázva nyerte, és amit külön ki kell emelni, a biztonságot, gyakorlatilag nem volt több probléma a vízen, mint egy átlagos versenyen, úgyhogy a vízimentőknek előzetes várakozás helyett gyakorlatilag alig volt dolguk. Hova fejlődhet még a kék szalag? Ugye nem sokára itt van az 50. évforduló. A kék szalagnak a története, tudjuk, 34 óta indult, tavaly kinyitottuk, ami azt jelenti, hogy most már nem csak az egytestű klasszikus hajók versenyezhetnek, hanem a katamaránok, liberák, ami azt eredményezte, hogy óriási fejlesztés indult el, egyre jobb hajók vannak, hogy a jövő útja mi, azt nehéz most megítélni, de hát most már jól látható, hogy olyan hajók kerülnek vízre, amelyek tulajdonképpen a víz felett mennek, szinte a szárnyas hajók. Valószínűleg ebbe az irányba fog menni a fejlődés. Ugyanakkor meg, mint osztályonként értékelés van, nem veszük el az örömét a klasszikus hajók tulajdonságainak is. Én magam is, ugye, tudjuk, ilyen hajóban versenyzem a Tabuval. Eleinte úgy kicsit szomorúan gondolkodtam én is a jövőn, de azt látom, hogy mindenkinek megvan az öröme, és önmagában az a tény, hogy a fehér szalagot, ami legendává vált, valaki teljesíti, az már nagy eredmény. És mennyire verseny a verseny belülről hajósként? Kiváló verseny volt. Szép idő, jó szél, nagyon élveztem. Tehát a verseny belülről is nagyon jó volt. A katamaránok között kemény küzdelem folyt Litkei hajója és a 50-50 között. Végül egy kis szélcsendet követően a badacsonyi árnyékból kilépve élénkült meg újra, és ezt jól használta ki a fesztipei. Így a 12. kék szalag győzelmét ünnepelhette Litkei Farkas. A díjat Nagy Istvántól, Magyarország svájci nagykövetétől és Svájc magyarországi nagykövetétől vehette át. Nehéz verseny volt, előző este egy pusztító vihar csapott le Balatonfüredre, mindenkit megfogott, minket is, óvatosan indultunk a rajtnál,
és kevesebb vitorlát vállaltunk, mint amit tettünk volna. De aztán látszott, hogy nincs az a nagyon erős szél, mint amit a meteorológia ígért, úgyhogy kinyitottuk a vitorlákat, és elindultunk a mezőny után, akik akkor már egy olyan 4-5 perces előnyben voltak velünk szemben. Kenesén 4. helyen fordultunk, és ezt a pozíciót tartottuk nagyjából Ábrahám hegyig, amikor a 2. és 3. hajót sikerült megelőzni. És aztán Szigligeti öbölben legyengült a szél, és az addig vezető 50-50, aki szintén kevesebb vitorlát vállalt az előrejelzéseknek megfelelően, ő már nem tudott ezen változtatni, mert az ő vitorlájuk az akkora, tehát kicsi, és ott gyorsabbak voltunk náluk. Kezdve jövőben egy szép előnyt sikerült kiépíteni, és a hazafelé úton pedig ezt megtartottuk. Nagyjából ez volt a versenynek a története. Ez az első katamarános győzelmük. Hogy döntöttek, miért döntöttek úgy, hogy most katamaránnal indulnak? Hát mert ez a szabály. Már 2014 óta az a szabály, hogy a katamaránokkal lehet versenyezni a kékszalagon, de már 2010-ben első alkalommal lehetett katamaránnal vitorlázni. Nekünk azóta van katamaránunk. Ez a feltétele annak, hogyha az ember szeretne nyerni, akkor katamaránnal kell vitorlázni. Mennyire fontos az időeredmény? Ugye most nem sikerült megdönteni a rekordot. Mennyire fontos egyébként? Mennyire tudják ezt figyelni verseny közben? Semennyire, független tőlünk. Az egytestű vitorlások között Oroszlán Péter kormányzásával győzött a Principessa, második pedig a Rafika lett. A csapat jól szerepelt, volt egy kis technikai hibánk a visszafelé jövő úton, és ez rányomta a bélyegét az utolsó szakaszra. Felszakadt a légkocsi a hajónak, ami egy kis bizonytalanságot adott a csapatnak, és onnantól kezdve egy picit óvatosabban vitorláztunk, ami azt eredményezte, hogy le kellett lassítanunk, és sokkal lassabban tudtunk haladni. Aztán átértékeltem a végén, mikor láttam, hogy az ellenfél hajó elén került, akkor elkezdtünk kockáztatni, de az már késő volt. Ez egy olyan verseny volt, hogy volt szél, nap, egy kis eső is. Itt minden volt. Ez a verseny most olyan volt, hogy az időjárásjelentésnek, ha lehetett volna hinni, akkor mindenki erőszére készült. A reggeli gyenge szél, vagy pedig a kesztei szakaszon konkrétan szélcsendbe vitorláztunk, sose gondoltam volna. És utána pedig a hazafelé vezető úton egy elég kemény időben jöttünk hazafele, ami szerintem erőnkön felül teljesítettünk, mert a 8.-9. óra utáni vitorlázás az már egy ilyen hajón mindenkinek kiveszi az energiáját nagyon keményen. Mi lesz a következő verseny? Nem álltunk félre, edzések lesznek, most 3 edzésünk lesz még a Centoig, a szeptemberben lesz a Gardatavon a Centomilia, azt szeretnénk megnyerni, még jön egy új vitorlánk erre a versenyre, úgyhogy készül a csapat. A számtalan hajó kategória értékelésén túl külön díjakat is adtak át. Az egyik legértékesebbet, a győztes által alapított Litkei Bence emlékdíjat idén a Liza kapta, mely a legjobb hagyományos egytestű hajónak bizonyult. A balatoni és a genfitó közötti jó vitorlás együttműködést mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Király Zsolt szervezésének köszönhetően Montreux-ből érkezett alpesi kürtösök nyitották meg a díjkiosztó ünnepséget. Már csak néhány hét van hátra a riói olimpiáig. A sportolók felkészülésének már az utolsó fázisa zajlik. Az úszók közül sok válogatott versenyző a fűzfői uszodában végzi a napi edzéseket. A délelőtti tréning előtt kérdeztük őket. Aki nem gimnasztikai gyakorlatokkal melegít be, már edzi is az úszáshoz legfontosabbként a karizmokat. Itt most éppen Telegdi Ádám medencén kívüli hátúszás gyakorlását látjuk. Csatlakozott versenytársaihoz Risto Éva olimpiai bajnok is, aki, ha az időjárás engedi, a Balatonban is rendszeresen edz, hiszen ez kedvez a hosszú távra történő felkészüléséhez, ez a legalkalmasabb a nyílt vízi úszás edzésekhez. A medencében 800 gyorsan úszom, és hát nyílt vízen 10 kilométeren. Én nekem még 3 hét van hátra, a többieknek 2 hét. Nyilván rengeteg edzéssel, és hát ugye a balatoni edzőtáboron az a jó, hogy gyakorlatilag a nyílt vízi edzéseket is tudjuk gyakorolni, mert most már meleg van, úgyhogy vannak medencés edzések, meg vannak a Balatonban is edzések.
Hát egy tisztes helytállása. Nyilván vannak dédelgetett álmaim, de hát azt gondolom, hogy a nyílt vízben az a különlegesség, hogy gyakorlatilag bármelyikünk esélyes arra, hogy nyerjen, tehát nincsenek túlzottan favoritok, mert annyi akadállyal kell megküzdenünk, a külső hőmérséklet, a hullámok, a sós víz, az időjárás, hogy hideg van, vagy hideg a víz, vagy éppen esik az eső, úgyhogy én azt gondolom, hogy bármi lehet. A tapasztalt versenyzők mellett feltűntek olyan tehetségek is, akik izgatottan várják az első olimpiai szereplésüket. Késeli Anna néhány nappal ezelőtt 3 aranyérmet szerzett a hódmezővásárhelyi ifjúsági úszó Európa-bajnokságon. A 200 gyors, 400 gyors, 4x200-es női gyorsváltóba fogok indulni. Nagyon remélem, hogy sokkal jobb, tehát meg tudom úszni mindenben a csúcsomat, és a 4x200-as női gyorsváltóba remélem, hogy együtt egy szép eredményt, egy csillogó szép eredményt el tudunk érni, úgyhogy én már nagyon várom már a felkészülést is, úgyhogy remélem, hogy minél jobb szereplést fogok elérni. Így az utolsó időszakban mire kell ügyelni leginkább, mi az edzésnek a legfőbb része? Most jöttem haza a ifjúsági Európa-bajnokságról, úgyhogy most egy kisebb, lazább edzések az első 2 napban, aztán majd egy sprintelősebb edzések lesznek, gondolom meg technika kijavítás, úgyhogy minden pontosságra most figyelnünk kell. Utolsó 3 hétben vagyunk itt a fűszói edzőtáborban, ez az utolsó szakasz, formába hozás része, a gyorsításon van a hangsúly. Ez lesz a második olimpiám, és a célom röviden annyi, hogy megnöntsem a legjobbamat, amit most sikerült megúsznom a Budapest Open-en, illetve helyezésileg jobb időt érjek el, mint Londonban 4 éve. Milyen a hangulat az olimpián? Most itt egy másodszorra néztek, hogy kiszerítkeztél? Milyen felfokozott izgalom? Hát az olimpiák mindig egy különleges versenyes sportolók, mert 4 évente van, ezért jóval nagyobb örömet tud okozni, ha valaki ott jól tud teljesíteni, mint mondjuk egy EB-n vagy egy világbajnokságon. 200 pillangón indulok, és nagyon várom az indulást. Mához 3 hétre kezdődik a versenyem, vagyis a számom, és hát most végzünk egy gyorsítási munkát, még az ilyen kisebb hibákat próbáljuk kiküszöbölni, mert ilyenkor már sok minden nem lehet csinálni, és aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. 200 háton fogok indulni csak az olimpián, ugye nekem ez az első, és hát abban reménykedek, hogy megcsíphetek egy középdöntőt, a döntőbe bejutnék, az már gyakorlatilag minden elvárásomat fölül múlna. És mire számítasz, hogy hangulatilag milyen lesz szerinted majd az úszóversenyek, milyenek lesznek? Hát csak találgatni tudok, de azt gondolom, hogy elképesztő lesz a hangulat, azért ez egy olimpia. Hiába nem itthon van és nem Magyarországon vagyunk, valószínűleg rengeteg magyar szurkoló lesz kint, ami azért egy elég nagy dobás lesz azoknak, akik ott kint úsznak, úgyhogy nagyon-nagyon várom. Hogyan készülsz az edzésre? Mi a jellemző most az utolsó hetekben? Hát most már kicsit visszavettünk a munkából, ugye még van 2 hét az utazásig, de ott még nekem lesz még gyakorlatilag másfél hetem, mire jön a számom, úgyhogy azért még itt van egy-két erősebb megmozdulás, de most már kezdünk könnyíteni. Az edzéseket tekintve az olimpia előtti utolsó hetek a legnehezebbek, hiszen a versenyzők egész évben nagyon keményen dolgoztak, most már kezdenek fáradni, mondta el a vezetőedző. Nem fizikailag természetesen, hiszen úgy egyre jobb formába lendülnek, hanem mentálisan. Izgulnak, egyre többet gondolnak az olimpiára. 4 edzésprogramot végeznek az úszodában, aszerint milyen versenyszámban érintettek az úszók. Vannak sprinterek, középtávúszók, nyílt vízi versenyzők és vannak a középtávot választók. A Füszfői úszoda körülményei megfelelnek a kívánalmaknak. Az úszoda és a környezet az csodálatos. Hát gyakorlatilag én 30 éve járok ebbe az úszodába, és mindig a fő világverseny előtt az utolsó simításokat itt végezzük. Tehát már a szöuli olimpiára 1988-ban is itt készült az úszóválogatott Java Egerszegi Krisztina Güttler Károly. Most már ő, például Güttler Károly, mint edző van újra itt ebben az úszodában. Miért ezt választjuk? Azért, mert nyugalom van, mert csend van, ha körülnéz, látja, hogy csak mi vagyunk benne. Jók a feltételek, remek a kiszolgálás, és nagyon jó közelben a szállás lehetőség, úgyhogy jártutat járatlan nem cserélünk. Milyen edzésmunka jellemző most így az utolsó 2 hétben, 3 hétben van, akinek ugye még 3 hét? Ez a legnehezebb szakasz, hiszen a versenyzők egész évben nagyon keményen dolgoztak, és most már lassan ők is kezdenek fáradni,
inkább idegrendszerileg, mint fizikailag, mert most már jönne a formávahozás, egy kicsit a pihentetés is, de mégis ilyenkor kezdenek már izgulni, egyre többet gondolnak az olimpiára, úgyhogy elég nehéz összehangolni ezt az edzésmunkát. Nem beszélve arról, hogy négyféle edzésprogramot úsznak a versenyzőim, vannak sprinterek, vannak középtávúszók, vannak nyíltvízi úszók, többek között Risztovéva, és vannak középtáv is, ahol Kései Ajna vezetésével szintén külön edzést elszent kell készülni, úgyhogy elég bonyolult, hát remélem, hogy sikerül megoldani a feladatot. A úszójuk most el Rióba, sokan úszták meg a szintidőt, annyira lenne elégedett? Meg kell, hogy mondjam, két csoportra kell osztani a Rióba kijutott versenyzőimet. Az egyik csoportban azok vannak, akik megütötték a szintet és kijutottak. Azoknak már egy őrült nagy ajándék ez, hogy ott lehetnek, és azt szeretném, hogy azt az időt, amivel kijutottak, egy picivel felülmúlják. Ez még ott biztos, hogy nem jogosítja fel őket arra, hogy éremben, helyezésben gondolkozzanak, de minden esetre ilyen fiatal korban ott lenne az olimpián nagyon nagy dolog. Hát aztán van a másik csoport, amelynek ugye az élharcos a Risztovévi, aki azért a nyílt vízi úszásban, akárhogy is veszik, olimpiai bajnok, tehát címvédő, mindenki őt akarja megverni, tehát ott azért nagyon örülnék, hogyha pontszerző helyen végezne, természetesen vannak álmaim, titkos vágyaim, de hát arról most ne beszéljünk, és ott van Kései Ajna, aki a női 4x200 méteres gyorsúszó váltóban, hát szintén nagyon szép esélyekkel készül a versenyre. A Rióba utazók között sok fiatal versenyző van, akik megúszták a szintidőt, sokuknak ez az első olimpiája lesz. Remélik, hogy legjobb idejükön még tudnak javítani is a versenyen. A tapasztaltabb úszóktól pedig egyértelműen pontszerzést, érmeket várnak a szakemberek. Ennyi volt mára a közügy, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!